Jó reggelt kívánok mindenkinek az Óbudai Megfigyelő Kertből. Szeptember vége felé járunk, lassan az összes termény bekerül a fákról és az ágyásokból is. Egy nagyon fontos utolsó teendőre hívnám fel a figyelmüket, ez pedig a letermett zöldségmaradványoknak, száraknak, elszáradt zöldségboroknak a begyűjtése. Két nagyon fontos gomba is a növényi maradványokon telel át, illetve képeznek egy olyan áttelelő képletet, fekete, pici, apró, szabad szemmel is látható göböket, amik a talajban elbújva akár évekig is megőrzik a csirázó képességüket, azaz a következő évben a saját ágyásomból indul a fertőzés. Egyik a fehér penész, a másik pedig a már a gyümölcs, bogyós és szőlőtermesztésből is jól ismert szürke penész. Ez a dísznövényeket is meg tudja támadni, ahogy a krizantén fotóján is látják. Tehát az ágyásokban maradt, elszáradt szárakat, rothadó töktermést, amin egy gombának, illetve az elfolyósítást végző baktériumnak a tünetét is láthatják. Illetve a zöldbab száron, ugyanitt vasárnap felfedeztem a baktériumos tumorokat is. Ezek is kibírják a telet, és ezek is vészes gyorsasággal terjednek majd a saját ágyásomban a következő évben. A legjobb gyakorlat az, hogyha rögtön letermés után összeszedjük ezeket az elszáradt növényi maradványokat. Az összegerebézett fotó, ágyásfotó is augusztus közepén készült. Tehát ez a jó kertészeti gyakorlat. Megvannak azok a növényvédő szerek is, amik használhatóak, méghozzá ezek ellen a nagyon ellenálló szklerócumok, tehát göbök ellen is bevethetőek, méghozzá ezek valamennyien biológiai készítmények, általában egy parazita, antagonista gombának a sűrítményét tartalmazzák. Ezt már csak a következő évben megfelelő talajhőmérsékletnél és talajnedvességnél érdemes majd bevetni, akár már a palántázásnál elkezdhetik a kezelést, a konstans végével, az ökoni VP-vel, vagy pedig a trifenderrel. Erről majd a következő évben szólunk. Most tehát azt javaslom, hogy mindenki szedje össze és semmisítse meg a növényi szárakat, ha a betegségnek a legkisebb tünetét is felfedezi rajtuk, tehát a gombáknak vagy a baktériumoknak a tüneteit, akkor ne rakják a komposztrakásba, mert bizony ott is áttelelhetnek, és pórul járhatnánk, mert következő évben a komposzt kiszórásával egyben a fertőző anyagot is kijutatnánk a saját kertünkbe. Sok sikert kívánok az őszi munkákhoz!